Elődeink a tormát még Közép-Ázsiából hozták be gyógynövényként, azonban később Európában rájöttek arra, hogy fűszernövényként is megállja a helyét. Hajdújáráson elültették az idei tormát. Kovács Adriánó szerint ez is olyan munka, mint bármelyik másik, mivel ugyanúgy megköveteli a pontosságot. Már egy jó 3-4 éve. Itt ebben az nincsen nagyon nagy munka, de oda kell figyelni, hogy mit hogy csinálsz, mert itt nagyon az ilyen legapróbb részletekben rejlenek a legnagyobb hibák. A torma gyökerét egész évben gyűjthetjük, de betakarítására általában az ősz és tavasz a legalkalmasabb. Somogyi János hajdújárási termelő szerint igényes növényről van szó. Gyomnövények miután elkezdenek fejlődni, akkor egy kapálással vagy egy kis nyesőzéssel köröztül szaladunk rajta, később pedig levéltrágyát használunk ellene, de van egy pattanó bogarak vannak, amik szivogassák a leveleket, az ellen kell, csak egy évben csak egyszer vagy kétszer használunk gyomírtót. Évről évre egyre kisebb a keresleti renta, így a vajdasági gazdák szerint nem éri meg foglalkozni már tormatermesztéssel. Jelenleg a piacokon 350-400 dinárért érhető el kilogrammonként. A magyarok csak húsvétkor, a szerbek többször, úgy értve, hogy már az év elején a szerb-szlovákra mennek ünnepségekre jobban viszik, de azt vettük észre, hogy most már évről évre kevesebb és kevesebb mennyiséget ültetünk, szóval régebben 5 holdat ültettünk, 4 holdat, 3 holdat, és így haladunk lefelé, mert hiába is ültessük el, nem bírjuk eladni. Nem csak a húsvéti sonka mellé tökéletes, ugyanis a tormát többféleképpen is lehet fogyasztani. Kiváló köretként is frissen reszelve, de ecetesen is megállja a helyét.